Sziasztok, üdvözlünk benneteket, ez a harmadik podcastünk dr. Domján Mihály pszichológussal. Szia, Misi! Szia, Ancsa! Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Lehet, hogy valaki éppen vasal. Többen írtak nekem, hogy vasalás közben jó hallgatni egy podcastet, vagy a kertben kapirgál, esetleg mosokat főz. Mindenkit szeretettel köszöntök. Én futáshoz is ajánlom egyébként. Mondjuk lehet, ezt nem mondtál mert én futópadon szoktam intenzíven sétálni, és én is szoktam hallgatni. Nagyon-nagyon nagyon jó. Igen, igaz. Higgyék próbálják ki. No, a mai témánk és a harmadik podcastünk témája ezáltal a játszmák. Játszma tündér, elég volt belőled ez a cím egészen pontosan. Misi, mi a játszma? Hát, ahhoz, hogy erre válaszoljak, először azt szeretném elmondani, hogy mi az intimitás, mert pontosan annak az ellentéte a játszma. Tehát az intimitás, pszichológiai értelemben azt jelenti, hogy megengedem számodra azt, hogy belémlás. Pontosan az előző podcastben, amikor a párkapcsolatokról beszélgettünk, a párterápiás tánclépésekről van szó, akkor a pont a hangzott el, hogy, hogy szükség van egyfajta mesztelenségre egy kapcsolaton belül. Tehát igazán, amikor én azt adom, aki én vagyok, ez nem a szexualitásról van itt szó, hanem az őszintességről ezt hívjuk intimitásnak. Most pontosan ennek az ellentéte a, a játszma, amelyet úgy is lehet megközelíteni, hogy egyfajta küzdelem, következő gondolatsor, hogy személyek egymás elleni vetélkedése ismert vagy titkolt célok elérésére. És még van egy olyan megjegyzésem hozzá, hogy a játszma az sajnálatos módon a másik hátrányos helyzetbe való hozását is jelenti. A játszmaban nincs bizalom és nincs szeretet. Tehát tulajdonképpen ez nem egy olyan helyzet, amiről most beszélünk, ez egy nagyon gyakori ö, ö, családterápiás ö, szituáció, de mégis, hogy a játszmá, amikor játszmázunk, akkor sokkal inkább a múltban vagyunk, a múltnak a megkövesedett szerepeit, hiedelmeit éljük, és sajnos ezzel nem ö, leszek én sem több, mi nagyon régi jó barátságban vagyunk, tehát mi nem játszmázunk, nagyon régóta, mert ez egy kipróbált barátság, és hálás vagyok érte, de hogy ebben, ha mi mégis azt mondanám, hogy játszmáznánk, akkor ez, ez nem a jelenről szól, hanem valami múltbeli dolgok, nem is feltétlenül csak a kettőnknek a múltja, hanem hoz, hoztuk a saját származási, tehát az egyéni múltunkból, a saját származási családunkból is hozhatunk olyan mintákat, hiedelmeket, amelyeket ö, a jelenben tartunk, és ez nem az, hogy az Ancsának legyen jó őszintén, vagy a misinek, tehát nem ezen a szinten ö, történik, hanem ez egyfajta károkozás, vagy egyfajta ö, ö, vetélkedés, hátrányos helyzetbe való hozzá, fajta haszonszerzés, és hogy ezeket, tehát ez egy nagyon gyakori dolog, és hogy úgy gondolom, hogy kell erről beszélni, ezért szerettem volna, hogy most ezt vegyük nagyító alá. Hogyha mondjuk a mi kapcsolatunkat nézzük, és maradjunk ennél a példánál, ha bármelyikünk játsz már alkalmazna a másikkal szemben, azért azt észrevennénk egy ilyen, ilyen viszonynál, vagy nem? De észrevennénk, azért vennénk észre, mert a kommunikáció, tehát attól, hogy most a kedves hallgató akárhol egy pihen, vagy főz, vagy, vagy takarít, fut, bármit csinál vasal, érzékelheti a mi hangunkon keresztül, ahogyan beszélünk, tehát hogy nem lát minket, mégis az, hogy ez egy őszinte vágy, ami bennünk van. Igaz, az elsőben elmondtam, hogy én ezt az is szerettem volna, hogy, hogy most ebben a járványnak a helyzetében ö, elsősorban a hegyvidéki kulturális ö, szalombeli előadásokra gondolok, hogy minden hónap előadok, de hát, hogy sok egyéb helyen, hogy nem tudok ott lenni, és mégis valamit adni, valami valami segítséget, egy kicsi pici támogatást, és hogy hogy hallhatják a hallgatók, tehát hogy nonverbálisan érzékelik, hogy most ez egy őszinte dolog, ez egy erőködés, ez egy mesterkél dolog, és amikor mi pedig szemtől szembe látjuk, még jobban érzékeljük a nonverbális jeleket. És hogy igenis, hogy tudjuk azt, hogy tudjuk érzékelni, hogy valami őszinte vagy sem, és azt gondolom ö, saját élményű tapasztalatom, hogy ehhez viszont az kell, hogy én önmagamhoz legyek őszinte. És ez egy nagyon nehéz dolog, amikor beismerek dolgokat, felismerek, szembesülök. Tehát, hogy valami fáj, nem fordítom el az arcomat a, a, a nehézségtől, vagy a haragtól, vagy a tetetlenségtől, hanem ö, szomatodrámában tanultam meg, hogy teret, adok a, a, az érzésnek teret adok, teret, tehát hogy, hogy nem futok el nem eszek meg hirtelen, nem rámolom ki a hűtőt, nem fogok még 50 kilométert futni, nem fogok még 25 cuccot vásárolni, vagy valami technikai, nem tudom, századrangú dolgot, vagy megint felújítok valamit, tehát, hogy, hanem azt mondom, hogy van bennem egy érzés, és ennek engedem, hogy legyen, és megengedem, tudatossa tudatossá teszem, megengedem, elkezdek Abba a pozícióba kerülni, hogy nem ítélem el magam teret adok, és hogy megnézem, hogy ez miről szól, és hogy ahogyan elindulunk, ez egy nehéz, ez egy fájdalmas dolog. Meg ki fog derülni, hogy most csak a saját nevemben tudok mondani, hogy az ember mégse olyan frankó, vannak hiányosságaim, negatív késztetéseim, de ugyanakkor arra is rájövök, hogy alapvetően egy értékes és tehetséges ember vagyok, sok jó dologgal, pont egyébként tegnap láttam egy videót, és egy kicsit gyorsan beszéltem, lassítok, hogy egy angol videót, hogy a, a cseroki indiánokról tol idézett egy, egy, angol előadó, hogy a, az unoka elmegy a, a az indián nagypapához, és akkor, hogy beszélnek az élet dolgairól, és hogy akkor van a világban kvázi a jó, meg a rossz, és akkor, hogy az, a nagypapa mondja, hogy te döntöd el, hogy melyik farkast, mert ez egy ilyen meseszerű, hogy van két farkas, és akkor, hogy melyiket tápláljuk. És igenis én hiszek abban, hogy, hogy a szeretet, az elfogadás, a, a megbecsülés, ez tanulható mind saját szintemen, mind, a, mind a, a párkapcsolati, családi, baráti, munkahelyi szinteken, és hogy ezek oda-vissza pozitívan tudnak egymásra hatni, és hogy igenis, hogy ki tudunk jönni a játszmákból, de ehhez az kell, hogy én önmagammal szemben merjek szembenézni azzal, aki én vagyok. Mi a dráma háromszög? Hát egy, ez egy zseniális dolog, ami, amiről most fogunk, vagy tudok, vagy van lehetőség, ez is milyen klassz, hogy, 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 hogy egy ilyen podcast is létre tud jönni. Bern volt az, aki írt, leírta a sorskönyvünket, illetve ez egy pszichológiai transzakcionális analízisnek a megalapítója, és hogy ő neki az ő munkásságából egy fiatal ember, washington születésű David Kertman jött rá arra, hogy írta le, hogy a játszmákban, amikor az emberek benne vannak, akkor három szerep az, amelyben történik, tehát a játszma, igaz, ez, ez, már a bevezetőben mondtam, hogy mindig a múlt, a múltban élő emberek játszmáznak, és hogy az áldozat szerep, a megmentő szerep és az üldöző szerep, ez egy háromszög, és hogy amikor játszmázik két ember, vagy hát akár nem csak két ember, hanem külön két csoport, vagy nemzet, vagy akárki sajnos játszmázhat, és történelemben erre nagyon sok példa volt, akkor az üldöző, a megmentő, illetve az áldozat szerep valamelyikébe lép bele az egyik, és ez előhívja a másiknak szintén ebből a három szögből valamelyik másik szerepet. De egyébként a, a, a valódi játszmák, mert hogy erről fogunk itt egy kicsit részletesebben beszélni, ez a három szerep, ez nem különül el élesen egymástól, hanem általában úgy van, hogy mondjuk belelépek egy megmentő szerepbe, mert téged áldozatnak látlak, mégsem úgy viselkedsz, ahogyan én azt úgy gondolom, akkor már nem megmenteni akarlak, hanem üldözni akarlak, már üldözővé vállak, te még mindig áldozat vagy, majd megelégeled az én üldözésemet, és te elkezdesz engem üldözni, amiből én áldozattá válok, amitől te megenyhő és te pedig leszel a megmentő. És, és nem tudjuk, hogy. Tehát, tehát ezt, amit most elmondtam, ez egy ilyen tipikus helyzet, és hogy ebben azt tudjuk, hogy merre van előre. Tehát ezek a megmentő áldozat és üldöző szerep, ezek nem izoláltak, hanem általában úgy van, hogy egyikben indítunk és átterülünk a, a, kommunikáció során a másikba, és sajnos ez így ebben rotálunk, akár évtizedeken keresztül is. És ebben nincs szeretet. Tehát amiről, ami miatt én szerettem volna ezt a témát, hogy ezt aki fel fogja ismerni, hogy tehát van lehetőségünk arra, hogy megtaláljuk egymást, megtaláljam önmagamat, vagy akinek adatott, hogy az Isten, és hogy ezeken a kapcsolatokon keresztül van lehetőségünk mindig választani, dönteni, őszinte dolgok mellett, szembenézni, el, megpróbálni, meghallani a másikat, elfogadni, de ezekről mi még fogunk beszélni. Na nézzük akkor egyenként ezeket a szerepeket. Mi jellemző a megmentőre? Igen. A megmentő szerepet, hogyha ilyen nagyon röviden egy mondattal jellemezném, akkor azt mondanám, hogy hagyd segítsek neked. Milyen tipikus, ugye? Hányszor Igen. hallottuk ezt? Igen, hagyd segítsek. De most nem az én bölcsességem, mert tűnhetek úgy, hogy okos, itt, vagy okos vagyok, nem, vagyok okos, megkaptam a lehetőséget az élettől, hogy tanulhassak, hála a szüleimnek, meg a saját döntéseimnek, meg a lehetőségeknek, és hát ezt az, amit fogok most példát mondani, ezt az eltén az egyik tanár tanította, és nagyon hálás vagyok neki, hogy, hogy a következőkért azt mondta, hogy mi pszichológusok, mi ne segítsünk az embereknek, hanem mi csak asszisztáljunk az ő életükhöz. És ez egy nagyon-nagyon nagyon, nagyon bölcs és lényeglátó mondat, vagy, vagy, vagy kijelentés. Amikor én neked segíteni szeretnék, akkor ne úgy tegyem, hogy én közben téged eltapossalak, hanem, hanem hagyjam, hogy hogy, 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 mondjam, hogy próbáljak meg megérkezni oda, hogy, hogy, hogy kapcsolódhassak hozzád az ancsához, Hányszor van úgy, hogy most hallgat minket valaki, hogy elképzeli, hogy van egy beteg, valaki fekszik az ágyban, lehet, hogy most járvány idején ez nem jó példa, de hogy hogy, hogy, hogy akkor nem feltétlenül beszélni kell, megsimogatom, megfogom, egy érintés, egy mosoly, egy szeretetteljes jelenlét, tehát megérkezem, és én nem azt gondolom magamról, hogy én jobban tudnám hogy a akarancsának mit kell csinálni, mint te saját, hanem azt mondom, hogy igen, próbálom, most nagyon szétszedem a dolgokat, de hogy érthető legyen a kapcsolatot építeni, támogatni, jelen lenni, tisztelni a másikat, és ebben akár egy kérdéssel megtalálni, hogy én hogyan tudnék asszisztálni, de nem minden áron. Tehát nem arról van szó, hogy, hogy téged áldozatnak látnának, hanem egy igenis, hogy egy szeretnivaló értékes, tehetséges nőnek, aki van egy helyzetben, és hogy én ebben, ha kell, akkor majd segíthetek, de itt lényeges, hogy, hogy én, csak egy, én csak egy barát legyek, én csak egy asszisztens a másik életében. Hadd meséljek el Jó. egy személyes történetet veled kapcsolatosan Tényleg. az én életemből, Pont és pont ez jutott eszembe, és amíg élek, nem fogom elfelejteni, hogy néhány évvel ezelőtt, amikor egy nagy műtét után volt az én férjem, komoly volt a baj, és annak is tűnt, hál' Istennek ezen már túl vagyunk, de hogy Emlékszem, hogy ültem az autóba, utaztunk hajnalba hozzá, és nem én vezettem, jött egy SMS tőled, amiben ennyit írtál, imádkozom értetek. És azt hiszem, a legtöbb, amit segíthettél. Mm, de arra köszönöm. köszönöm szépen, hogy elmondhat. Nagy szeretettel vagyok itt. Igen, tehát nem mindig a világ megváltó segítségre van szükség, hanem hanem a jelenlét, a pozitív visszajelzés, tehát most ilyen nagyon egyszerűt mondok, ezt olyan jó lenne, hogyha az emberek, amikor bemennek a postára, vagy vásárolnak, legyen emberként, emberként kezelje a másikat, legyen vele kedves. És, és igenis, hogy kívánhatunk a másiknak, hogy legyen neki is jó napja, hogy megköszönöm a munkáját, ezek semmibe nem kerülnek. Ez pontosan ide tartozik egyébként, hogy, hogy, hogy ö, ö, nem magától értetődően veszem, mert hogy egyik oldal, a, a játszmáknak is ö, minden levélnek van színe, meg fonákja, hogy hogyan bánok az emberekkel, pici dolgokkal indíthatunk. És akkor, hogy így egyre jobban az érzelmileg túlfűtött vagy közeli kapcsolatokban, ott is fogok tudni megmaradni a kedvességnél, a békénhagyásnál. A békénhagyás azt jelenti, hogy maradj csöndbe, maradj, zárjuk. Tehát, hogy, hogy csak meghallgatlak, figyelek rád. És hogy ez, ez, egy, ez a szeretetnek egy elveszett, vagy kevésbé látszódó nyelve, hogy csak, csak jelen vagyok szeretettel. Mi jellemző az áldozat szerepre? Hát igen, <gül> igen. <gül> Ez egy olyan dolog, hát, hogy mondjam, azt gondolom, hogy mindannyian egészséges módon valakinek, valakiknek, valaminek, valahol vagyunk egyfajta áldozata, de attól én nem vagyok mégis az én egész személyiségem, ami az életemre. Nem úgy tekintek magamra, hogy én egy áldozat lennék, de el kell ismerni, hogy talán jobb az a kifejezés, hogy vannak vesztességeim, én magam is mulasztottam, tehát én is okoztam dolgokat magamnak, másnak is, tehát hibákat követtem el, én ellen nem is tettek, tehát, hogy valahol ez az áldozatiságot nem kell kidobni, hanem azt látni, hogy igen, voltak helyzetek, de ebből akarok tanulni. Nos, amíg viszont nem jutadunk el ide, akkor csak még a, a sima áldozatnak a definíciója egy mondatban: szegény én. Szegény nekem. Nekem olyan nehéz jaj, nekem ide be kellett jönnöm, jaj, nekem, jaj, nem tudom, most itt a kör, itt ebbe a szép stúdióba, nem tudom, fekete színek vannak, hogy jaj, hogy milyen borús, hogy miért fehér, vagy nem is tudom, de ez, most ez nem igaz, mert egyébként tök jó minden, de Igen, tehát, hogy mindenben a negatívot ö, látok. Az áldozat, ö, ö, aki az a személy, aki önmagát legyőzöttnek látja, és nem jónak látja. Ez a negatív gondolkodás, ez, ez egy fertőző dolog, ugyanolyan fertőző, mint a vírus, és hogyha én állandó kritikusként, mártírként vagy akár hősként, egy játszmatündérként élem az életemet, folyamatosan fertőzöm ezzel a vádaskodó, kritikus, nagyon sok sokfajta megjelenési panaszkodó, állandó magyarázkodó attitűdben, és hogy ez, ez, ezek, hogy mondjam, nem csak magunkat mérgezzük ezzel, hanem sajnos a környezetünket. Úgyhogy kell erről beszélni, hogy hogy létezik ilyen, hogy áldozat szerep. Milyen jellemző az üldözőre, ugye? Igen. Milyen igen. vagyok, ha én vagyok az üldöző? Hát, hogyha egy mondatban összefoglalnám, akkor, de ezt most úgy fogom mondani, hogy ez nem neked szól, <gül> <gül> én mondom, de muszáj ezt így kimondani, hanem a. Na ez is a te hibád, na ez, is, na ez is miattad van. Ez egy ilyen tipikus üldözős mondat. Az üldöző egy olyan személy, aki lenyomja a többi embert, lekicsinyli őket és a másikat legyőzöttnek nem rendben levőnek tartja. Ez most lehet, hogy nagyon száraznak tűnt ez a definíció, de ez a, ez a valódi üldöző. És hány ilyen van? Hogy az én igazságomat, az én igazságomat akkor is át akarom rajta darálni, és hogy igenis, hogy az úgy jó, ahogyan én azt neked mondom. Hát ez, 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 ez egy ilyen társadalomban élünk, hogy itt most 10 millió orvos van, 10 millió, nem tudom, Virologus. Termi, virológus, igen, igen, akkor éppen amikor a, a motivációs előadókból legalább van 1 millió, mindenki mindent tud. Mindent is. Tehát, hogy ez, az, ez, a, ez a szerep, Egyáltalán, hogy mondjam, nem kell nagyított venni, hogy ezt is felleljük, ugyanúgy, mint a előző kettőt. Sajnos nagyon sokan a belső fájdalmaik miatt szenvednek nem felmenteni akarom őket, csak próbálom őket megérteni, igenis, hogy ebben az attitűd, igenis, hogy jellemző rájuk. Én csak egy-egy szerepet vehetek magamra, vagy, vagy adott esetben bármelyik bőrébe bújhatok? Bármelyikbe, bármelyikbe, tehát, hogy ezt nem ö, úgy kell elképzelni, amiről már részben beszéltem, hogy teljesen ö, önálló ö, van, csak egyikben lennénk, hanem általában valamelyik inkább a három közül ö, ö, jellemző rám, abban indítom a. a kommunikációt, a játszmát, és utána van általában egy átkapcsolás, és akkor, tehát ez egy ilyen, olyan, olyan örvényé tud válni, amiből a sírás, a fájdalomnak és a, az elvetettségnek, a, a, a reményvesztettségnek az újabb megkövesülése lesz a végeredménye. Mi jellemző mégis ezekre a kapcsolatok? Van, van, aki évekig beleragad, ugye? Hogy csak mondjuk a családtagokat nézzük. Igen, igen, igen. Ö, hát, akik, akik egy ilyen szituációban, tehát, hogy ebben élik, egyébként nem biztos, hogy felismerik. Legfeljebb úgy kezdik el felismerni, amikor rájön arra, hogy ő nem boldog. Ez már hatalmas, hatalmas előrelépés. Hogy boldog vagy? Igen. Hogy mit jelent ez? Ez lehet egy érett elégedettségnek is ö, talán könnyebben lehet, úgy megfogom, hogy, hogy van elégedettség az életeddel? Ez abszolút én rajtam múlik. Ez az én hozzáállásomon múlik, hogy, hogy a félig üresek fókuszálok, vagy a félig telire. Tehát ennek a tanulási folyamatnak, a játszmával való kijövetelnek általában ez a boldogtalanság, hogy egyszer csak úgy fölébred valaki, és azt mondja, hogy azt se tudom, hogy kivel élek, vagy, vagy úgy érzem, hogy én már ezt nem akarom. Az még édeskevés, ha csak azt tudom, hogy mit nem akarok, hogy pontosan mit akarok. Ez egy dolog. Még amíg ez nem történik meg, nagyon sokszor ez a játszma fölényeskedésben, és figyelmet kikövetelő magatartásban is meg tud nyilvánulni erre a social médiának a millió egy posztja és kommentjei tökéletesen igazak, vagy lehet látni. Tehát az elfogadás az mindig az első, a kapcsolat az első, és hogy ebben igenis, hogy mondjam el, hogy milyen méltányosságok, vagy méltánytalanságok vannak abban a kapcsolatban, de nem mindegy, hogy én a véleményemmel ölök, vagy pedig tényleg csak a saját nézőpontomból el Képviselem azt, amit én érzek, vagy gondolok. Hogyan aktivizálódik a múlt? Mindig van egy csali. Mindig van egy. Ezt, ezt így tanultuk. Tehát, ha gyerekkoromban, hát lehet, hogy akkor még nagyon kislány lehetél, vagy szóval még te nem emlékszel arra, de lehet, hogy a te kislányod már látta azt a, vagy hát a, ho, a Nagy Hóhó orgásznak a szenzációs rajzfilm gondolok, hogy a mindig igaz, bedobja a, a Nagy Hóhó orgásza a csalit, és akkor hogy történnek a, a mokás kis epizódok, és ezekben a Családokban mindig van valamilyen fajta szimbolikusan mondhatom egy lemezt, föltesszünk egy lemezt. Rögtön tudjuk. Tehát, hogyha ez lehet az autókról, a főzésről, a kinézettől, az, az, az ez egy akármilyen, ez egy-egy tő mondat. Tehát elindul, föltesszünk egy lemezt. Ennek a vége az egy kollektív fájdalom lesz. Tulajdonképpen ez van ebben a családban, de hogy ez így felszínre tör, de hogy ott is marad, és tovább erősíti a negatív gondolkodást, és ezt a szétesettséget, és a reménytelenséget. Tehát mindig van egyfajta olyan csali, ami, tehát hogy valaki belógat kvázi egy olyan mondatot, egy olyan múltbeli szituációt, amire Tudjuk, hogy ki hogyan fog rácsapni, mert előbb-utóbb ez a provokáció. Nem, ez most abszolút, hogy mondjam, az ember már egy idő után, ha már magát provokálja, de megint magammal való kapcsolatom, hogy elfogadom, hogy én ilyen vagyok akkor el tudlak téged is fogadni, hogy ilyen vagy, amilyen vagyis és ilyennek, ha már tudom magamat is szeretni olyannak, amilyen, akkor már téged is. Na de hát, hogy ezeket az a belső elégedetlenségemet, hát valahogyan az emberek, hát ez nem helyes, hogy így akarják levezetni, na de hát ez történik, és hogy ez, ezek megjelennek a kommunikációban is, és ez mindig egyfajta csalival indul. Ezért ez elég félelmetes helyzetet terem, nem? Hát főleg, hogyha abban a családban vannak gyerekek. És tíz éves korig a gyerek egy az egyben azt, amit hall önmagáról, azt hiszi el. Tehát annyira fontos, hogy hát ezt, ezeket ki kellene, mert megint mondom ezt a graffitit, sose graffitiztem, és hogy nehogy valaki graffitizzen, hogy ezt hallgatja, de hát ezt ki kellene írni, hogy tíz éves koráig, ahogyan beszélsz a gyerekkel, ő úgy fog önmagáról gondolkodni. Hát, hát ez, ez, hogy mennyire fontos, hogy kapjon megerősítés, elismerést, és akkor, amikor mindenki hibázik, hát szabad hibázni szülőként. Lehetsz indulatos, elveszít, elgurult a, a gyógyszerre. Igen, megtörtént. És utána van-e bocsánatkérés? Mert mi történik a bocsánatkéréssel? Akár két felnőtt között? Nem szeretnének még álmomban sem megbántani, de ha megtörtén, hogy valahogyan, igen, akkor ha eléd állok, és mondom, hogy ö, bocsáss meg, vagy megkérdezem, hogy meg tudnál nekem bocsátani, elismerem, hogy fájdalmat okoztam, sajnálom, hogy ez megtörtént, jóvá tehetném valahogyan, meg tudnál nekem bocsátani? Mi az, amit ekkor közvetítek a másik felé? Az, hogy elismerem, hogy ő valóban ö, egy nehéz érzést él meg, elismerem, hogy ő valóban egy méltánytalan helyzetbe került, és hogy én nekem ez, ennek a helyzetnek a feldolgoz, a, 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 a jóváltétele, a, a, kapcsolatom sokkal értékesebb, mint az, hogy én a saját igazamat ragaszkodjak, vagy, 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 vagy ebben a szerephez ragaszkodjak. És akkor Igenis, hogy lehet a bocsánatkéréssel. Tehát most ezt pozitívan szeretném elmondani. Nem az a cél, hogy akkor most öljük le a másikat, utána bocsánatot kérek, meg jóvá teszek, meg nem tudom, és akkor utána újból bo... nem. Hanem azt mondani, hogy próbáljuk meg törekedni az emberként, hogy két emberként ö, emberségesen bánjunk egymással, és amikor nem úgy alakul, akkor ö, menjünk vissza. Ahhoz a személyhez lépjünk bele abba a helyzetbe, és igazán kérhetünk bocsánatot. Mit üzennek a konfliktusok? Hát igen, két ember két kétféleképpen kapcsolódhat. Az egyik, az a szeretet, ez egy ilyen megfoghatatlan dolog, de azért bízom benne, hogy lassan a podcasteken keresztül is valamit át tudok adni. Tehát, hogy a szeretet alatt ez egy akarati, értelmi, érzelmi ö, ö, komponenseket értek, és ö, vagy így ennek a különböző nyelveinvel, szeretett nyelveken keresztül, ez az A út. A B út, az pedig a konfliktusok, amikor amikor, amikor, azért feszítem azt a kapcsolatot, mert igazán volt félek attól, hogy, hogy, hogy elveszítjük egymást. Az a kommunikációs szabály, hogyha kettő ember nem kommunikál, akkor az a kapcsolat meg fog szűnni. Nem csak szakadni, hanem szűnni. És igaz, hogyha én nem akarom, hogy megszűnjön a kapcsolatom veled, akkor játszmázni fogok, provokálni foglak, igaz, hogy fájdalmat okozok neked és magamnak is, hiszen hogyan tudnék én boldog lenni, hogyha én neked fájdalmat okozok? Ez az abszurd. Tehát, ha én téged megtaposlak, akkor az már önmagába hordozza azt, hogy ez tehát attól én nem lehetek boldog. Igaz? Most ez egy normál egészségügyi vagy pszichés állapotról van szó, nem pedig egy szélsőségről. Tehát fontos, hogy az ember belássa, hogy néha azért kapcsolódnak az emberek a konfliktusok, a játszmákon keresztül, mert így legalább kapcsolódunk. Tehát lehet úgy is kapcsolódni, hogy meghallgatlak, hogy főzök neked egy finom teját, hogy rád mosolygok, most végtelenségig örömet okozhatok neked. Megkérdezem, hogy ez is nagyon fontos, hogy nek, te minek örülnél? igaz? Mert hogyha most te neked, te nem használsz hölgyként főbevalót, most erre nem kell válaszolni, csak egy mondtam egy butaságot, és akkor én már a 25. főbevaló, akkor, 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 akkor te ennek nem, 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 örül, ez nem szeretet. Tehát, hogy kell egyfajta, hogy mondjam, közös hullám benne, vagy, ez az, vagy ezt, ezt éljük, vagy pedig egy játszmát, amin keresztül bár fájdalmat okozunk kölcsönösen egymásnak, és hogy ez az egész, ez egy rothadó helyzet, de mégis kapcsolatban vagyunk, és igazániból ez is tud, hát most azt nem szeretném mondani, azt a szót, hogy stabilizálni, de ez is egy fenntartó erő. De ez pusztít, a másik pedig épít. Milyen gyakorlati tapasztalataid vannak? Hát a legfontosabb, ami, 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 ami eszembe jut, hogy ne a másikat akarja megmenteni, üldözni, ne az áldozat arcát kutassam a másikban, hanem a saját életemmel kezdjek valamit. Borzasztó nehéz elfogadni a, 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 a másik embert. Tehát ez, ez is egy, egy munka, hogy én eljussak oda, hogy én hogy képessé válok arra, hogy teret adok neked, és elfogadlak olyannak, amilyen. Ö, ezt akkor fogom tudni megtenni, ha nekem van saját életem, örömeim. És ha odáig el tudok jutni, hogy én teszek azért, hogy én alkotóvá, aktívvá váljak, rendszerezzem a múltamat, leszűrjek tanulságokat, legyen jövőképpen, tudjam, hogy mit akarok magammal, magamat szeretem, magamat építem, ez nem önzőség, ez önszeretet akkor előrébb fogok jutni. Te mondok egy példát, hogy hány ember van, aki a másiknak annyira meg akar felelni félelemből, hogy ő ö, felad mindent. Feladja a barátait, feladja a saját szüleit, a munkatársait, még van, aki a munkáját is, és teljesen kiszolgáltatja magát a, 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 az új kapcsolatnak. Tehát hol, hol van az arány? Tehát hogy ez, ez nem, nem tud működni. Kell mindenkinek, hogy legyen egyfajta független énje. A független én alatt azt értem, hogy legyen egy olyan, olyan tevékenységi köröm, egy olyan dolgaim, amely a család többi tagja számára érzelmileg követhető, elfogadható, sőt még akár büszkék is lehetnek arra, hogy amit mondtál előbb, hogy anya fut és hallgatja a podcastet. <laughs> Na hát akkor akár ehhez is lehet használni, mint ahogy elhangzott, mi legyen az árszó, Misi? Kellek vagy nem kellek, ez vagyok, adom magam. Adom magam, akár milyen vagyok, próbálom megfelelő biztonságot, érzelmi biztonságot adó környezetben, őszintén, fel, fokról fokra felvállalni azt, aki én vagyok. Megpróbálom a számat becsukva tartani, megfigyelni a másikat, meghallgatni, és teszek azért, hogy ez ebben az önismereti út, bár nem könnyű, és hogy vannak fájdalmak, benne fájdalmas felismerések, de akkor is, hogy próbálom elhinni azt, hogy vannak értékeim, tehetségeim, és hát így lyukadunk el az utolsó mondatunkhoz, vagy a szóhoz, hogy igen, mert az élet az szép. Köszönjük szépen. Köszönöm.